Erzsébet napon a Karitász védő szentjének napján a tevékenységének 25. évébe lépett a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Veszélyegető partnerem Tucainé Régvári Marietta Karitász igazgató milyen igény hívta életre negyed századdal ezelőtt a Karitász működését. 1991. november 1 indult újjá az Egyházmegyei Karitász. Dr. Konka István megyés szerette volna, ha elsők között Vas megyébe, Vas -Zala megyébe is, a plébániákon elindul ez a közösségi élet. Így indultunk el Győrvár Jedit 91. novemberébe Plébániáról Plébániára, és próbáltuk az atyákat megkeresni, és, és hogy találjanak az egyházközségbe olyan ráérő és önkéntes munkáját felajánló asszonyokat, akik megtalálják a településeken élő időseket, betegeket, gyermekeiket, egyedülnevelőket, nagycsaládosokat, akiknek bizony valamilyen problémájuk van, és, és, és ezeket a problémákat talán közösen, hogyha meg tudjuk oldani, akkor ez a plébánia életének is nagyon fontos része lenne. Milyen eszközök álltak rendelkezésre annak idején a segítéshez? hát ez nagyon, nagyon kevés volt az eszköz, hiszen technikailag teljesen hiányosak voltunk. Megkaptuk Konkó István az Ölbei Nagyon sok ö, támogatója lett ö, a Karitásznak, és az Ölbei azonnal be tudtuk rendezni. Sőt, előbb-utóbb Püspökatyának az volt a kérése, hogy ö, azon gondolkodjunk, hogy valami anyagi bázist ö, biztosítani, ö, hiszen ahogy a plébáni karitás csoportok elindulnak, majd jelentkeznek az igények, hogy kinek, mire, gyógyszerkiváltásra, gyógyászati segédeszközre, ö, rezsiköltségekbe való besegítésre szüksége van, és ami anyagi bázis kell. És akkor rá egy évre már ezt a helyet, ahol most éppen beszélgetünk, megkaptuk az Egyházmegyétől egy ruhaboltnak. Nagyon sok ruhát kaptunk külföldről is, Magyarországról is, és sikerült egy olyan picike anyagi bázist találni, ami a plébáni karitás csoportok kezébe tudott kerülni, és abból finanszírozni a nagycsaládosoknak és az időseknek a szükségleteit. Mennyire volt könnyű önkénteseket találni? 91-ben, mikor elindultunk, hát bizony Edith ketten voltunk, és ahogy 92. januárjától elindultak a plébáni karitás csoportok szervezése, nagyon sok önkéntes csatlakozott ehhez az újszerű egyházi feladathoz. És ahogy a képzés elindult, 91-92-ben mind többen csatlakoztak, és mind több plébánia szükségét érezte annak, hogy ők is ellátják a, naponta szinte a plébániára bekopogó öm, időseket, betegeket, és, 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 közel öm, már három év után 88 plébáni karitáscsoport, akkor ugye több volt az egyház a plébáni is, azóta már összevonások történtek, tehát 88 plébáni karitás csoporton több mint 800 önkéntes munkatársunk működött az elmúlt évekig, tehát igazából az egyházmegyei karitásznak a, a, a teljes segítési bázisába ez volt az alap, és el volt az, amit, hogyha, hogyha átgondolunk, az egyik felbecsülhetetlen érték az emberi erőforrás. Hát ugye hamarosan jöttek az árvizek, a katasztrófa helyzetek Kárpátalja, a Felső Tisza vidék, Tivadartól kezdve, egészen leszolnokig, lesz ott nagyon nagy gondok voltak a településeken, és, és nem a karitász központban Edith és pár hoztuk össze ezt a 15-22 tonnás kamiont, ami elindult 1998-ban Kárpátaljára, hanem ennek a 88 plébáni karitász csoportnak a, a munkája. Amikor a kárpátai árvíz... Nek az utolsó kamionja is elment. Egy kicsit itthon próbáltunk megerősödni, és azonnal jött a másik árvíz. Még meg sem hirdettük a, a, a gyűjtést már szóltak a karitászosok, hogy, hogy ne aludjunk tovább, segítsünk, tehát már ők voltak tetre készen, mi még akkor nem is kezdtük a, a gyűjtést, tehát a plébáni karitáscsoportokban. annyi volt a segíteni, akarás, a segíteni a vágyás, hogy már szinte gyűjtötték és hozták az adományokat. Hát ez közel 8 év alatt kialakuló csodálatos munkának az eredménye. A legutóbbi helyzet az a migrációs válság volt, ahol szintén, szinte az első pillanattól helytáltak a karitászos önkéntesek egészen addig, amíg szükség volt rájuk Szent Gotthárnál. Igen, hát azt hittük, hogy röszkén keresztül majd Hegyeshalom felé lezajlik a migrációs probléma, de hát rájöttünk arra, hogy hegyes halom ezt nem fogja teljes egészében bírni, és így Körmenden és Szent Gotthárdon pillanatok alatt felépítették az idegen rendészeti helyeken ezeket a bevándorlási sátrakat, és hát igen, az első pillanattól kezdve Körmendi önkéntes munkatársakkal és a Szentgotthárdi önkéntes munkatársakkal kísértük őket a határig, hol Szentgotthárd felé, hol Mosendor felé. Hát Két héten keresztül ment ez a segítés, és hát nagyon sok anyagi támogatást is kaptunk ehhez. Az egyik az a humán erőforrás, ami erőssége a karitásnak, a másik pedig az az intézményhálózat, amely az elmúlt 25 esztendőben létrejött, mely lábakon áll most a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Ahogy elindult a plébáni karitász élet, hamarosan megnyitottuk az Ölbei házba a családsegítőközpontunkat. És a családsegítő központ ö, hozta magával azokat a problémákat, ami a családoknál ö, kialakulóban volt, és tudtuk, hogy melyikek azok a legnagyobb problémák, amikre nagyon oda kell figyelni. És így Edith néni és Gombás Istvánné Panni néni, ugye a kék kereszt vezetője, ö, rájöttek arra, hogy nálunk az alkohol, a drog és a játékautomaták szenvedő betegei nagyon előtérbe helyezettek a családoknál. És így jött létre 1996-ban RÉB betegeket segítő ambulancia, és sajnos a révbe olyan emberek is bejártak, akiknek nem volt szállásuk. Tehát majdnem, hogy hajléktalanságból gyógyították annak idején ágiék a betegeket, és ekkor fordultunk Püspök hogy kellene egy olyan intézményt találni, vagy egy olyan házat létrehozni, ahol ezeket az embereket valahol lefektetni tudjuk, tehát pihentetni tudjuk, egy házat tudunk nekik biztosítani. És ekkor kaptuk meg 98-ba a Hásfaházunkat, tehát a Nagy Lajos Király utcai intézmény épületet. Ezt sok-sok pályázat megírása után... 1999. november 5-én nyitottuk meg, és ott 19 főnek tudtunk átmeneti elhelyezést biztosítani, valamint egy pszichiátris szenvedélybeteg nappalit sikerült már akkor elindítani. Tehát ez egy nagyon szép folyamatnak volt a vége, ahol a réven gyógyultak, rehabilitálódtak, valamint prevenciós foglalkozásokat tartottak fiataloknak. Utána ezek az emberek bekerültek a Hásfaházba, és már a nappali ellátásba el tudtuk indítani a szociális foglalkoztatást. Pár év múlva a Hásfaház pszichiátriai nappalia átkerült a Hollernerné utcába, ott szintén egyházi támogatással létre tudtuk hozni a szikla intézményünket, ahol először csak közösségi ellátás működött, Szombathelynek és Kistőségének két szolgálattal, majd később oda költözött a Hásfa Házból a Pszichiáti Nappali. Tehát a Szikla Intézményünk teljes egészében Pszichiáti Intézményé vált, a Hásfa Ház pedig a Szenvedélybetegek Intézményé. Ez volt a Karitásznak azt hiszem a meghatározó három legelső intézménye, ami Szombathelyen létrejött. Aztán vidék felé is bővült ez az intézményhálózat. Mikor Dr. Beres András megyéspüspök atya ide került szombathelyre, kirevezték szombathelyi megyéspüspöknek. Ő nagyon szorgalmazta azt, hogy egy házmegyénk nem csak szombathelyből és vasmegyéből áll, hanem kicsit ki kéne tekintenünk és, 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 és menni vidékre, és, és az alamegyei településeknek az ellátására is oda kéne figyelni. Ekkor kezdtük el keresni a vidéki lehetőségeket és egy római zarándoklatról hazafelé jött az ötlet, hogy a levendulát meg lehetne valósítani valahol Vas-megyébe, és így megtaláltuk sok-sok keresgélés után a Vásáros levendula Levendulaházat. 2010-ben és 2010 őszén, szeptemberében elindult a Vásáros levendula ház, akkor még 40 fővel és hamarosan elindult Zalába is, ahogy Püspök kérte tőlünk, a Nagy Lengyel és Szent Központ. Na most ezek az intézmények nappali ellátóként indultak, viszont abban az éppen januárban a kormány nagyon háromszorosára emelte a rehabilitációs adót, amit a nagy vállalatoknak be kellett fizetni, hogyha nem tud foglalkoztatni megvászott munkaképességű munkavállalót. És nekünk ez jött nagyon kapóra, hogy a vidéki intézményekben nyilván olyan megváltozott munkaképességű pszichiátri betegeket próbáltunk megtalálni, akiket a nappali ellátás mindjárt munkába is tudtunk állítani, és foglalkoztatást tudtunk biztosítani. Így nem csak a szociális feladatokat láttuk el az intézményben, hanem a nagy cégek bevonásával egy bizonyos kis pénzt is tudtuk biztosítani az ő számlájukra. Aztán a két intézmény elindulása után jött Kemenes Pálfa, ahol szintén 45 megvászott munkaképességű embernek tudtunk hamarosan munkát és lehetőséget biztosítani egy kicsit a jobb életben. Na most jelenleg a Hásfa házba, a Sziklába, a Réven és a három vidéki intézménybe történik nappali ellátás során rehabilitációs foglalkoztatás napjainkban elmondhatjuk azt, hogy közel 300 a munkaképességű embernek tudunk szociális ellátást is biztosítani, és foglalkoztatást is biztosítani, és ez nem 300 fő, hanem hát mi úgy gondolunk rájuk, hogy 300 családnak tudunk ezáltal segítséget biztosítani. Az a hely, ahol most ülünk, a Castellum Tea ház egy nagyszerűen berendezett kellemes kis helyiség, ahol mindenki megtalálja a kedvére való gyógynövény, gyógyteát, egyéb termékeket. És ha már itt tartunk, akkor van még egy intézmény, ez pedig ölbön működik. A Kemenes Pálfa intézményünknek van közel egy hold földje, és a mikor a, ezen az Ed hold földön Püspök atyával és a környékbeli települések vezetőivel, a megye vezetőivel leültettünk oda 160 szilvafát, utána egy ebéd során Püspök atyá milyen jó lenne, hogyha Püspökvár mellett egy, egy gyógynövényes boltot ö, létre lehetne hozni. Ennek próbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeit, hogy mit lehetne ott kitalálni. E, ez húsvét után pénteken történt, e, és abban a pillanatban elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mik lehetnének a lehetőségek. Hát nyilván a gyógynövényt ugye nem csak gyűjteni kell a vadon termő gyógynövényeket, hanem termeszteni is kell, és akkor meg kellett találni egy olyan helyet, ahol ennek üzeme van, ahol ezt fel tudjuk dolgozni és Püspök adta az ötletet, hogy ezt a helyet, amit annak idején az Egyház egy Karitász ruhaboltnak használt, odaadja nekünk erre a célra, mert nagyon megörültünk, viszont hát tartalommal is meg kell tölteni, és ekkor jött egy lehetőség, hogy ölbön létrehoztuk a Szent Miklós Gyógyfőves házat, ahol jelenleg már közel 70 féle gyógynövényt csomagolnak a munkatársak, ezek részben vadon termő, részben termesztett gyógynövények, és hát nagyon finom mézeink vannak, amikkel, és az intézményeink termékei még, ami itt a gyógynövény biztosítja, tehát gyógyteák, mézek, limonádék, azok, amik itt az ölbői kertből bekerülnek ebbe a csodálatos teázóba nem csak az ide betérő vásárlóknak, vendégeknek van alkalmuk megkóstolni ezt a sok-sok finomságot, hanem gyerekeknek is, mert hogy például ezek a termékek ott vannak a nardai nyári táborokban az étkező asztalon. Igen, hát az idén pontosan tíz éve, hogy kint vagyunk Nardán. Ugye ed előtte is volt a pici táboraink, akkor az Ölbeiház udvarán csináltuk a nagycsaládosoknak a gyerektábor, de hát nem ekkora létszámmal. És uh, amikor kimentünk Nardára, és a plébániát felújítottuk, akkor kibővültek a lehetőségeink. A Nardai plébániának hatalmas kertje van, és egy kétszintes plébániáról beszélünk, ahol uh, rengeteg gyerek elfér, több, uh, hát 100-120 gyerek is elfér, és a környékbeli települések is odaérkeznek a gyerekek. Uh, nagyon szeretnek nálunk lenni, hiszen. Uh, bizonyos korlátok között ők nagyon jól érzik magukat, a korlátokat az alacsony kis kerítésre gondolok, hogyha becsukjuk a két kaput, hogy azért nem mennek el a falba kószálni, akkor az hatalmas birodalom az, övük, az övék, és akkor ott lehet focizni, kézilabdázni, kosárpalánk van, akkor oda a helyből a felé lovai, és ott lovaglás van, lovasíjászat van, ősmagyarság történelmét tanulnak, valamint kerámiáznak a gyerekek, mindenféle vetélkedők vannak, filmvetítés, hogyha rossz idő van. Tehát millió kézműves foglalkozást kitalálunk a gyerekeknek, hogy nagyon jól érezzék magukat.